A Víz és Élet non-profit szervezet idén 7. alkalommal emlékezett meg a Föld napjáról. Április 22-én péntek délután 8 facsemetét ültettek el a bodollói halastavak közelében. Minden fa egy-egy tulajdonossal rendelkezik, aki támogatta megvásárlását, elültette és nevelgeti azt. A tó közelében már összesen 104 japán cseresznyefa látható. A 100 fán belül már rengeteg személy jelentkezett. Örülünk annak, hogy vannak óvodák, de vannak gyerekek is az óvodákból, vannak szervezetek is, úgyhogy esetleg felkérném a többi szervezeteket is, akik meg akarják örökíteni, hogy legyen nekik is egy nevezetes fajok itten Bodolóba, akkor jövőre lehet jelentkezni megint. Március végén, hogy be tudjuk biztosítani akkor ezeket a falkat, és közösen be tudjuk ültetni. Bodollóba legközelebb június 4-én a gyermeknapi programokra, valamint június 11-én horgászversenyre érdemes ellátogatni.